Szép napot kívánunk, elérkeztünk a mai nap utolsó mérkőzéséhez, ami már nem pontokért megy, hanem azért, hogy megtudjuk, hogy a Supermassive vagy a G2 indulhat az első helyről itt a B csoporton belül a hétvégének neki. Ezt a mai meccset már egyszer lejátszottuk, kérdés, hogy ugyanúgy papírforma szerint a G2 fog-e tudni nyerni. Jó magam, Csió vagyok, és mellettem Buci van. Szia, Buci! Üdvözlök én is mindenkit, természetesen még itt, aki délután bekapcsolódik, vagy becsatlakozik a világbajnoksághoz. Hát mi az a papírforma? Ugye ez a mai papírforma, hogy a G2 nyer, viszont a tegnap előtti papírforma az, hogy a Supermassive nyert, tehát igazából itt maradjunk annyiban, hogy kétféle papírt is lehetne használni, de én azt gondolom, hogy ha a G2 úgy tudja megjátszani a játékát, ahogy ezt ma tette, akkor igenis van esélyük, bármennyire azért a Supermassive a második meccsén az Ascension ellen azért eléggé meggyőző volt. Ott már azért GBM is tudott alakítani, míg az első meccsen igazából Felbilasz, illetve Zeitnot volt az, aki talán tartotta még a lelket, illetve tartotta még a csapatát életben a G2-val szemben. Viszont a második G2-s meccsen azért volt az early game-ben egy pici káosz, én azért úgy érzem. Nem mondom, hogy nehéz volt a meccsük az Ascension ellen, de ettől függetlenül a játék korai szakaszán mind Perks, mind pedig Young az egy picit büntetve volt, de cserébe Wunder nagyon szépen hozta az ösvényét, illetve Hjárment azért emeljük ki. Az a Kajsa játék, az böbec volt. Meggyőző volt, tartalékolták az energiát, tudtak, hogy ma még egy összecsapás vár rájuk. Elemen vannak fix továbbjutóink, ezeket elmondod nekünk? Természetesen, ugye A csoport első helyezett EDG, második helyezett Infinity, C csoport első helyezett Cloud9, második helyezett Detonation Focus, mi D csoport G-Rex az első helyezett, illetve Gambit eSports, bocsánat, ugye már nem gaming, hanem eSports. Tehát így járunk most, illetve van már egy Supermassive, illetve egy G2-nk, csak még azt nem tudjuk, hogy melyik pontosan melyik oldal. Amúgy azért az érdemes elmondani, hogy ugye Supermassive, G2, Gambit, három kvázi európai, vagy kvázi európai csapat. Ehhez még, hogyha azt vesszük, hogy akkor a Cloud9, mint nyugati régió, hogyha azt vesszük, akkor belejöhet, és akkor csak az EDG, Infinity, illetve Definition Focus, mi, illetve a G-Rex, tehát négy csapat van, akik a keleti régióból jöttek. Tök jól megosztották. 4-4. Mindenképpen ez így van. Ami még fontos, nem tudjuk, hogy lesz-e sorsolás, ezt majd meccs közben, hogyha lesz erről információ, akkor biztos megosztjuk veletek. Ugye random dobálgatják össze az első, illetve a második helyezeteket, tehát nincsen külön meghatározva az, hogy A1 játszik D2-vel, hanem ezt így randomizálva történik. Látva a második helyezeteket, még mindig azt mondod, hogy a G2-nak jobb lenne az első hely? Igen. Az Infinity-t azért illene. Így van. Detonation. Jó kérdés, nagyon jó kérdés, hogy hogy játszanak, mert láttam nagyon-nagyon erős játékot is, viszont én azt gondolom, hogy a G2-nál erősebb, tehát a G2 erősebb az Infinity-nél, illetve a Gambit-nél is. Oké, no de ha belegondolunk, azért ma az Infinity, mi történt, kedveseim? Mármint, hogy viccen kívül itt valami olyasfajta pluszt ajánlottak fel itt a játékosoknak, hogy ténylegesen, mintha kicserélték volna igen, őket. Igen, maximálisan, elképesztő szépen játszottak. Még nem akkor lehet. Is, hogyha veszített ösvényeket kellett visszahozni, vagy bármi ilyesmi. Tehát én azt gondolom, hogy ügyesen játszották meg a csapatukat, illetve kivártak mindig arra a pontra, amikor már a scale az már működött, amikor már lehetett, illetve elvették az Irelia-t. Tehát nagyon sok mérkőzésen látjuk azt, hogy ha az Irelia kikap az ösvényen, akkor onnantól kezdve ilyen van is, nincs is, mégiscsak egy ilyen pattagó, valami idegesítő szöcskezt, így lecsapod, azt ennyi. De nem. Melyik négyest várod vasárnap a végén bent? Halálkom olyan. Az EDG-t szerintem mindegyikünk azt mondja, hogy az tovább fog jutni. Kéne. Tehát most én őket várom nem csak azért, mert egyik nagy szimpatizánsom az EDG-t, de ebből a 8-asból kéne. Én azt mondanám, hogy EDG, Cloud9, G-Rex, és nagy kérdés. Szívemből, mint európaiként azt mondanám, hogy a G2, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd az összesorsolásra, hogyha a G2 első helyen megy tovább, akkor szerintem az első helyeknek van nagyobb esélye, akik elsőként jutottak tovább. Én a G-Rex helyett a Detonation mondanám, de egyébként megegyezik a véleményünk maximálisan. Tehát a Cloud9-nak illene tovább jutnia, és hát az EDG-nek is könnyű útja volt az előző mérkőzés, vagyis a nap első mérkőzésétől eltekintve.
Pedig szép lett volna ők is 4-0-ban, mint a Cloud9 végig meneteltek volna itt a play-in szakaszon. És az lesz a fontos ugye szombaton, illetve vasárnap, hogy nagyjából már meg lehet majd mondani, hogy ki melyik csoportba kerül. Ugye az biztos, hogy nem kerülhetnek ugyanolyan régiók egy csoportba. Tehát például egy Hajjitu tovább jut, ő nem kerülhet a Vitality-vel vagy a Fnatic-kel egy csoportban. Tehát akkor mindig ugrások lesznek. Tehát az első továbbjutó bekerül az A csoportba. A-ba vagy a B. De ha éppen C-be van, ugye... Igen, tehát hogy azt mondom, hogy ha éppen ugye régiós ütközés van, úgymond, akkor mindig ugrás van egy következő csoportra. Tehát mindenképpen egy izgalmas hétvége elé nézünk, és azt ne felejtsétek el, hogy 6-kor kezdünk, reggel 6-kor. Kicsit talán korai, de mondjuk aki szeret korán kelni, az pont egy kávé vagy egy műzli mellé bekészítik is magának egy kis tálkát, és akkor megnézi az első mérkőzéseket. Így van, 2 darab BO5 lesz mind a két nap, úgyhogy... Közben egyébként kapjuk az információt, hogy nagyjából 5-6 perccel a meccs után lesz majd a sorsolás, tehát hogy ki kivel fog játszani, úgyhogy ezt még mindenképpen megvárjuk és leadjuk nektek. Akár ilyen kis pípbe majd úgy bekerülünk alulra, és akkor így beszélgetünk veletek, mint ahogy a például a drósó, a vörzes drósó történt. Jézusom, Kazix! Main. Az papírsepkendőben mindenképpen, mert Istenem. Büdi lesz a mancsod. Na, akkor itt vagyunk a választási tiltási fázisban, még Buci legenkeli a bogarat. A lényeg, hogy Heimerdinger tiltás, mint már oly sokszor járnán ellen Divik Supermassive oldaláról, és egy Ryze is felkerült Perks ellen, míg a másik oldalon a G2-sok egy Tahmkent-et és egy Varus tiltottak első körben, mind a kettő nagyon jó tiltás. A Heimerdingert mai napig nem értem, teljesen jó, ha járnám baromi ügyes vele, meg megmutatta vele, viszont nem ment le annak a Heimerdingernek már a csillaga egy kicsit? Én azt gondolom, hogy van egy jó, nem szeretném OTP-nek nevezni, mert ez nem OTP-ség, hanem egyszerűen egy olyan választás, ami számára egy nagyon kedvező választás, ezzel dominálni tud, és láttunk már Vel'Koz lövészt tegnap. Működhet Heimerdinger nagyon jó szerintem az ösvényen, későbbiekben az elektrobombáknak a kávítása fontos lehet, toronnyal képes ténylegesen uralni az ösvényt, tehát hogy valahol érthető, hogyha egy ilyen tényleg nagyon fontos tiltást alkalmaznak rá. Ez kvázi olyan, mint régen Észak-Amerikában, amikor ugye Bard még úgy nagyjából meta volt, hogy Afromu folyamatosan megkapta, még akkor is, hogyha mondjuk már adott esetben egy picit kijebb került abban a metából, egyszerűen kötelező volt tiltani, mert egy ilyen, hogy is mondjam... Annyira jó vele. Egyrészt annyira jó vele, másrészt megemlékszel még az MSI-ra idén. Uh-huh. Uzi bármilyen hőst kapott, kiment az ösvényre, és látszódott az ellenfeleiken az, hogy totojáznak, hogy félnek tőle, Kogmóval, érted? Late game carry Kogmó, és azt mondták, hogy nem merek közel menni, az pedig, amit látom, te is meglepődve tapasztalod, hogy Zajdondék nem nagyon teketóriáznak, rögtön egy S-sel nyitnak. Érted, az utolsó kettő tiltás az Alistar és Skarner párosa volt, mind a kettő csapattól, míg a másik oldalon ott van, S mellett. Ugye Aatrox is, és érkezett Urgot mellé egy jó kis Rakan My Purse-höz az Akali. Hát nem egy Orianna lesz, az biztos. Illetve most már megtört a jég, ha már es, és Christiannyel veszük. Ugye már van győztes meccse Akalinak is. Eddig ugye nem nagyon volt Perks. Már játszott, és méghozzá Supermassive ellen Akalit. Az a vicces az egészben, hogy ugye Európa volt nagy Akali menő, még az LCS szakaszában, tehát így próbálkoztak Európa, vagy Amerikában is ezzel, de Európában tudtak csak nyerni vele. Aztán jött a rájátszás, amikor talán Bjergsen hozott egy Akalit is, akkor ott tört meg a jég. Mi lesz ebből? Hát ez egy fagyos páros, nagyon durván. Igen, de nem lett volna jobb a Lucian. Braumban azért baromi jó működik, esnek is van támadás sebessége, nem is kicsi, de... Hát nem a kezdeményezés nem. Viszont ott van esnél, illetve a rálátás biztosítása. Tehát ez két olyan hasznos dolog, ami csapatszinten is nagyon hasznos lehet. Az, hogy Zaját kitiltják, ez egy nagyon fontos dolog volt, ugyanis a Zaya Rakan nem csak azért, mert erősek, de egy sima ultival egyébként ki lehetett volna kerülni. Akár a Braum végső képességet, akár az S-ét. Míg most gondolkodik az a G2 eSports, és azt mondja, hogy nem adom oda GBM-nek azt a Zillient, mert azzal nagyon-nagyon jól játszott a legelső mérkőzésükön. Amit még tegnap előtt játszottak.
reagál mindkét csapat a választásokra, mm-hmm. illetve a tiltásokra. Szép játék. Ó, oh, Kai'Sa is tiltólistára került. Viszont akkor még mindig ott van Lucian, elhozható karakterként. Caitlyn, talán Vayne is ott van esetlegesen járnának. Vagy Lux. Na jó, ez csak vicc volt. Ezzel érkezik Lissandra az utolsó tiltás a G2-tól. Érthető. Így alapvetően, ami benn maradt, és Akali ellen megfelelő választás lehet, az vagy a Galio, vagy mondjuk egy jó agresszív LeBlanc. Mondjuk amennyire piszkosú mázést a G2, megint megszerzik ezt a pontot, és nem kell erősebb csapatok ellen játszaniuk hétvégén. Hanem inkább kapnak egy második helyzetet, a Jinnen gondolkodik járnán. Érdekes páros lenne. Hát Pengi Zápurral azért elég szépen lehet sebezni. Nem az, csak hogy ő, ugye egy Rakan, aki előrefele rohan folyamatosan, még egy Jin, aki teljesen hátulról lő. Nem rohan sehova. Igen. És az Rakan meg fogja tudni védeni? Meg. Azt mondom, hogy igen. Fú, gyerekek, tehát a tank hiány vagyunk, nem kicsit nagyon a G2-nál. Hogyha ilyenkor elhozza ezt a Talia jungle-t. Mondjuk ezzel se lettünk túl tankosak, de a Berserker Olaf ezért valamire csak képes. Pierzir kér! Azaz. És azért Wunder is tankos lesz a második, harmadik tárgytól már. Szóval ők ketten fogják az első sort alkotni. Erre jön majd Vadit folyamatosan a pajzsokkal. És Perksnek jóformán csak meg kell keresnie a jó célpontot. Na, neki a jó célpont? Hát... Es. Es. Kizárólagosan. Eddig es. Illetve, hogyha hátrányba pakolják az Aatroxot. Aki nem tud kellően gyorsan mondjuk vásárolni egy sterakot, akkor az Aatrox is jó választás lehet Perksnek. Tehát ez a nem szimplán véd meg a lövészet kompozíció, ez a mindent feláldozunk a Zeitnát lőni tudjon kompozíció. Míg a másik oldalon, hát széttépjük azt a lövészt, akár mi is történik. Ugye? Felállás van. A másik oldalon, hogyha most a G2 hozott volna egy csomó tankot, akkor arra meg megint csak jó lett volna az S, az összpontosított nyílzáporral, azért eléggé jól lehet bontani a tankok életerejét, ellenállását. Nekem akkor is túlságosan papírnak tűnik a G2, és... Ha elhozzák az early-t, akkor nincsen baj. Mármint, hogy így early mid-re gondoltam, tehát, hogy mondjuk így olyan 20-20-valahányadik percig ők képesek vezetni, akkor azt gondolom, hogy baj, túlságosan nincsen a G2-nak a játékával. Ajaj. Viszont azért az a Galio könnyen el tud lépni az ösvényéről. Hűsies belépővel akár az alsó ösvényre egy jó kis kristálynyilvesszős kezdeményezésre bőven van ideje a felütött Brown passzívokra érkezni. Nagyon-nagyon észnél kell lenni a G2-nak, túlvállalásokat egyáltalán nem szabad eszközölniük, mert hogyha nem nyerik, ahogy te is mondtad, a játék korai szakaszát, sőt, hátrányba kerülnek valami ok folytán, Akrosz and Rippers-től viszont nincs megállás. Kíváncsi leszek majd, hogy GBM most ezzel a Galio-val hogy tud játszani. Láttuk, hogy működik az ő Galio-ja, csak aztán utána, egy idő után valamilyen szinten kevés volt. Akali de tök jó. Tényleg, ahogy említettük már pár szó, hogy beugrik Akali felbőszít. Tö. Perks leszurgotta, és Wunder... Na jó, ebben most nem vagyok 100%-ig biztos, és remélem van itt most olyan néző, aki viszonylag régóta néz minket. Tavaly, azaz 2017-ben, ha jól emlékszem, az nyári utolsó meccsen Wunder Akali toppozott, még a Splice színeiben. Volt és egy Splice Unicorns of Love volt, ha jól emlékszem. Még akkor a Csacsi is Unicorns of Love-val. Ha jól emlékszem, akkor Wunder Akali toppozott, tehát nem állt távol tőle ez a választás. Illetve most ezzel jól megkavarták a Supermassive-ot, ugyanis ugye GBM arra hozta a Galio-t, hogy Akali ellen kell majd ösvényelnie. Ez az utórengésből ugye kiszűrődik, hogy ez így is van, ahogy te mondod. Viszont dupla teleport, mind a középső, mind a felső ösvényeseknél, mind a kettő csapatban. Hát nem tudom. Így sem jobb. Hát azért az egy fokkal, de biztonságosabb, igen, Fabulous ellen.
Illetve az, hogy Perks le tudja valószínűleg tolni GBM-et, mert a varázspajzs túl sokat az Urgot ellen nem fog védeni. Meg mondjuk Urgotnak nem kell bemennie ahhoz, hogy sebezzen. Akalinak ellenben elég közel kell GBM-hez kerülnie. Ahhoz, hogy sebzést tudjon kiosztani rá, így a felbőszítést is kockára téve, saját kis testi épségével egyetemben. Testi tepsi épségével, és ennyi kész. Kicsit könnyen takarítja az ösvényt. Ösvényt? Jó, hát de hagyjuk, jó, azt hagyjuk. Jó? Hagyjuk a mai vényeket, így van. Ez vicc, amikor lesebez egy Alistair, na mindegy. De tényleg, tehát, hogy... az ilyen kiégetős volt. Hoppa, harmadik jelző vadidra fölkerül. De majdnem rémszarvas lett a rakámból. De nem. Hát a nagy vesztese eddig a világbajnokságnak az úgy valahogy a dél-amerikai régió. Illetve, hogyha most így Dél-Amerikához viszonylag közel akarunk nézni, akkor Óceánia. Sem Dél-Amerika déli, illetve északi régióban, sem pedig ugye Brazíliából, tehát három csapat is érkezett Dél-Amerikából, de egyik sem tudott tovább jutni. Hát ugye, amikor nincsen BRTT. Na jó, nem. Szerintem pedig megnézték, van-e a G2-nak békája. Valójában nem ezért ment ki a felderítő drón. De elég messzire küldte. Ajjaj. Igen, az hogy... bizonyos Tom Age érkezés lehet. És most megnézzük, hogy Vadid meg tudja elmenteni ténylegesen járnát. Gyorsított, egyből gyógyított is. Vadid még át tud ugrani járnára, így is van, megkapja a pajzsot. Szép kijátszása volt a 3-2-es érkezésnek, de ezért mindent bedobott az égetésen kívül a G2-s alsó ösvény. Mi a Supermassive-nál semmilyen idézői képességet Tom Age villanásán kívül nem használtak el. Nagy kérdés az, hogy Perks megszakította a teleportot, vagy megszakítatták a teleportot, mármint ugye GBM mondjuk egy feldobással, egy felbőszítéssel, valamilyen CC-vel. Szerintem magától szakította meg, inkább látta, hogy itt már beleköpni a levesbe nem tud. Így, hogy Rakan passzívan használta az ugrás, jó a felbőszítés GBM-től, majd rá is ver Urgot kubakjára egy kicsit. Akinek megint csak ugye ott van a pajzs lehetősége, tehát ő például olyan nagy sebzést, illetve olyan nagy, hogy is mondjam, fájdalmat nem fog kapni GBM-től, majd csak talán később, ameddig mondjuk nem épül meg az adaptív sisak, vagy valamiféle páncélzat, vagy sem varázsellenállás. Hú, de szépen játssza meg a füstben lévő mozgást, bár egyelőre életerőben ő szenvedi folyamatosan a hátrányt, viszont farmban azért elég szépen tud vezetni, és igen, Fefével összehasználta a teleportját. Tehát ő már volt otthon? Igen. Mondjuk ez látszik is a varázs köpönyegén, amit hozott magával. Hát bátran lehetnek bátrak az ejtaték. Jelen pillanatban Jankos. Storm Age találkozik. Nagy pengecsőr sújtása megvan Storm Age-nek. Ezt nem tudta elzsákmányolni, és kicsikből sem zsákmányol semmit Jankos. Elmondhatni, hogy elvesztegetett idő, de hát az ő jungle teljesen üres. Mit csinált volna ott, egyedül egy békára tudna szert tenni. Ezért megnézi, hogy mi történik Feféből össze, hogyha beledob pár húszszafatot. Vagy éppen elhozza az ősi krúgokat, ugye az még azért elérhető. Wunder nagyon szépen jön ki a visszarántásból. Bónusz mozgási sebesség is van a füsten belül Akalinak, úgyhogy ez mindenképpen jó reakció. Hát igen, csak ellen. Nem tud rádobni egy molót. Tehát igazából az a füst az ott lesz, így is, úgy is. Oppá, Fefébül lesz! Ó, oh, bizony, kapja az ívet, elég szépen érkezik a sebzés. Wundernek bele se kell szólnia, bár ezért kapott támogatást. Teleport. Megvan az első gyilkosság, tehát a Jankosnál. Vadidék gyógyulnak, ez jó lesz. Megérkezett Wunder egyből az alsó esmére. GBM-ék megjöttek, hogy itt bizony huncutkodni szeretnének Vadidékkal, de erre lehetőségük nincs. A G2-nak van egy gyilkossága. És tudnak vezetni aranyban is. És kevéssel. Nézd meg a középső ösvényes farm különbséget, a felső ösvényes farm különbséget, brutálisan soknak számít. Ezért volt jó ötlet a G2-tól az, hogy akkor cseréljünk helyet, vagy cseréljünk hőst alapvetően inkább Wunder, illetve Perks személyében. Ajjaj, Szomégy ezt is elhozta. Megesik. Valami legyen neki is. Pocakjába belekerült. Visszajátszás közben Fabulous az, aki belekukkant ebbe a rossz meglepetésbe, ahonnan ugyan
még egy darabig tudja állni a sebzést a saját tornya alatt, de ezt követően pedig hát az első gyilkosságot kellett oda adnia a G2-nak, így európai csapat, az európai LCS-ből érkező csapat képes vezetni a törökök ellen, és én azt gondolom, hogy azért az EU LCS magasabb, vagy nagyobb erőt, vagy nagyobb szintet képvisel, mint a TCL. Tehát, ha már megint visszatérek a papírformára, amiről beszéltünk az első, vagy a meccs előtt, akkor igen, a G2-nak kéne nyernie. Viszont hát az első játéknapukon nem sikerült ez. Igen, az egy elég csúnya vereség volt. Ellenben teleport előnnyel rendelkezik a G2, így Perks könnyedén tud érkezni, vagy az alsó, vagy a felsősény megsegítésére. Ha már segítség, hogy Jankos éppen egy vörösszedel, hát a lop az éppen hazatérő Stomistől. Ez mindenképpen egy jó reakció, plusz a penke csőröktől is megfosztják. Ha már annyit lopkodott Stomage, akkor ez bizony jár neki. Jankosnak átadja Perks, tök jó fej ez a srác. De inkább ott hagyják a nagy penke csőrt. Így legalább csak azt az egyet tudja elhozni Stomage-t. Több aranya nem lesz. Ott hagyták mutatóba neki? Így van, meg addig ugye nem reszetelődik, tehát addig nem tudnak visszajönni. Régen ugye kicsiket hagyták ott. Nagyon gyakran, hogyha átmentél ellen dzsungerezni, egy kicsit ott hagytál, aztán egyszer csak jött a dzsungeres. Mi az Isten van? Hát Isten nincs? Igen, eltűntek innen a sírkék. Hát mi van? Hát jön az ősz, mennek melegebb éghajlatra. Ne, ezek nem... Ezek, ja, nem olyan vándor csirkék? Nem, ezek nem azok a vándor, ez nem gólyák, meg nem tudom. Van egy csomó madár egyébként biztos, aki vándorol, csak most nem jut eszembe. Nem vagyok ornitológus, de most nincs is orna mérkőzésen, úgyhogy... A Magyar LOL TV-ben az igazi ornitológus az Knax. Így van. Soha nem gonosz voltam. De nem már elmented, úgyhogy nem bántom az orr méretét. Ja, de nem mit. Nem nagy neki. Na jó, erre én is tudnék valami gondolatot mondani, de nem mondok mondjad, inkább. Mondjad, Nem. Add ki magadban, ne tarts be, mert... Semmiképp sem. Ez a fajta közel 2000-es aranyelőny. Nem rossz, főleg úgy, hogy ezek tényleg passzív aranyelőnyök. Fébrősz. Fáj, fél inkább, ezt a másik F betű szót szerettem volna mondani. Mundernek jól áll ez zakali játék, és érezhető ténylegesen, hogy megzavarodtak egy kicsit szupermasszívos srácok. Jankos olyan szinten kerázik itt a súsnyásba, hogy mit neki egy hordó. Áj, gyönyörű kezdeményezés Vadittól, és bizony darálják Snufflovert, még kijön az áramütés is. De ez kevés, hogy befejezzék az ellenfél támogató játékosát. Snufflover túlérte, viszont akkor ez egy sárkány kezdeményezés lehet. Hoppá! Lehetett volna, gondoltam ezt én. De nem. Mindent elhasznált jóformán, mindenki. Mármint, hogy Jordan nem, de Snufflover, illetve Zeitnot igen. Fekete hasító Bart Perksnél nem sokára elérhető, hasonlóan GBM korok pálcájához. És amire rettentően kíváncsi leszek a Stomage-nek, valószínűleg egyébként ugye a stopper óra miatt ismételten ő is a Zonya fele fog kilépni. Uh-huh. Így viszont túl sok tankja a Super Massive-nak sem lesz, olyan igazi brutál tankja. Jajjaj, Perse, elég rossz helyen van. Stomage érkezhet, ragadozója ugyan nincs, megmutatta magát. Így Perse visszább is lép. Vadid, szia! Nagyon szép kezdeményezést láthattunk az előbb a G2 támogató játékosától. Nem sokon múlott, hogy Snufflovert. Hát el lehessen rakni télire. Ha már ilyen mikulásos hős kinézettel jött? Ugye? Jó, egyébként az az őrszamat a törökök részéről. Látják Perks mozgását, illetve utána mindenkiét. Jön a drón. Sárkány köpködi ilyenkor, szó szerint, hogy a vizet köp rá. Igen. Az is fájdalmas lehet egyébként, egy nagy erejű víz sugár. Wunder. Wunder szépen ugrik ki a Ninja Shurikennek köszönhetően, pedig ebben benne maradt volna. Csak most töltődött vissza az ő kis füstje.
Egyre úgy néz ki, hogy G2 diktál jelen pillanatban. Storm Age átugrik a falon, és ha már ugrás, akkor Rakan is ugrott egy jó nagyot. Hát akkor hát, hogy a feed is megállt. Az biztos, Snowflower pedig, hát Perks pociába végzi hős, és belépővel érkezik GBM. De ez késő, halottnak a csók leginkább. És három darab végső képességet is láthatunk, ami eltávozott mind a nyilvessző estől, mind a Gletscher szakadék, és belépő is. 3-3 ér alapvetően a csere, de gyilkosságot a G2 tudott hozni, méghozzá Perks személyében, aki így, hát azért aranyat is kap. Wunder gusztustalan, tehát húzza féből lesz idegeit, nem kicsit, nagyon. Érkezik Storm Age, sújtás az van Jankosztól, meg is van, de helyette járnán hozzá el, hát kinek majd a sebzése, a negyedik lövés így van. Azért az többet ér, és így legalább a sújtást sem kellett elhasználni a Jankosznak. Egyik másik célpontra, mondjuk a szurtok hírnökére, ami már él, megfelelő lesz. Wundernek is van végső képessége, 10-es szintű, míg Fiféből össze egy szinte le van maradva. Ez elmondható, hogy Jankosról is, valójában elmondható Perksről is, és mindenkiről elmondható. Hát egy a felső részéről a, az egész jobb pályának. Jobb a klíma ott. Így van, mittől felfele meg mindenki. Nek megvolt a szint előnye, amikor elkezdted a mondatot. Egyet értek. És bizony, nagy kérdés az az. A Supermassive mikor hívja majd meg? Hát vagy nem tudom, hogy mit tud meghívni. Megint csak az van, hogy 3000 aranyjal elment a G2. Nézd, torony nélkül. Sőnyest. Tehát torony nélkül 3000 aranyjal elment a G2. Ez... sok. Ez ilyenkor nagyon sok. 14. perc legelején vagyunk, nem szabad ilyen szintű előnyt adni. És ugye miről beszéltünk? Ha G2 elhozza a korai és a középső szakaszt, akkor kvázi megállíthatatlan lehetnek. Apropó megállíthatatlanság. Perks érkezik, jó a négy felvonás lassításra mindenképpen. Ki a célpont? Hát jó, hogy Zeyn, hát Jézusom, dozert láthatunk, és még meg is eszik Sanjit and Snowflower. Vannak olyan virágok, amit érdemes megenni. Úgy néz ki, hogy Percynek ízlik ez a dolog. 2-0-2-es, ugyanúgy, ahogy Jankos is. Támogatásokkal pedig gazdagodott Járnán és Vadit párosa. Arra akartunk kitérni, hogy Woodennek majdnem dupla annyi farmja van, mint Fiféből lesznek. Hihetetlen. Hihetetlen mód, mit ver rá arra az Aatroxra. Hazamegy, befejezi a Hextech pengét, és még vesz egy fél tárgyat minimum. Miközben Hjárnán nem számolta ki jól a torony sebzést, de ettől függetlenül csak egy kevés toronylövést kellett elszenvednie. Első torony is a G2-nál. Mondanám azt, hogy ez most ez egy gyors mérkőzés lesz. Na, talán felbjön lesz most, nem? Nem. Nem, Wunder teljesen hülyére veszi. Tehát így még benn volt neki a füstöcskéje is. Talán most ez jó válasz lehet, hogy Storm Age elhozza a szurdok hírnökét. Már elhozza a szurdok hírnökét, mert közelőben jön arra Jankos. Sújtása van Storm Age-nek. Jankosnak ragadozója pedig nincs, ellenben van átok nyelője. Megvan a szurdok hírnöke, és ezt fel is vette Snowflower, aki át fog tudni ugorni Storm Age-re, szép játék. De percről percre nől az arany előnye G2-nak. Na de mi történt itt az alsó ösvényen, kedves Csiu? Hjárdán elkezdi a négy felvonást, azt mondja buff 1, buff 2. Jankos rohan, mint a vadállat, és Perks érkezik egy jó villanással. Ugyan nem dob vissza senkit, de az bőven elég, hogy a lekötések, illetve ezt követően a Rakan ulti alatt ne tudjon sehova menni. Így van, G2-sok pedig azt mondják, hát ez kemény, srácok, jó van srácok. Snowflower, valamit tudott, kiszagolta, hogy ott vannak a... Szóval itt büdös? Nem, hát a virág illatos. Hát amennyit szem megölték hát Snowflower-t, simán. Ajaj, Fabulous, te kötözködtél Wunderrel, ki kell villannia a Wunder utána, mert is végső képességével leüti az újraéledő Fabulous-t. Ne innen bizony nem megy el ez az Aatrox, egyben Wunder bekebelezte. Hí, de csúnya. 5-0-ás a G2 állása.
És a Supermassive nem tudja azt megmutatni, amit az első összecsapásukkor mutattak. Gyönyörű kezdeményezés Vadittól, és volt, nincs jelen pillanatban a Stomage. Még mennek tovább, és kettőben le tudnak hengerelni. A Gletscher szakadék az volt is, meg nincs is, és közel sem olyan jó. Érkezik a hősies belépővel GBM, és talán ez menti meg az visszavonuló Zeitnert párosot. Csak ez menti meg. Igen. Hát itt úgy lekövették volna Zeitnert az illetve Snowflower-t, ahogy nem szégyellik. GBM most mentett, de egyelőre ő is lemaradásban van. Mindenhol hatalmas a lemaradás. 29.622.900-hoz a 17. perc vége fele. Ez ilyen... Mondanám, hogy... nem. Jó, ne is mondd, de... Nem is. Egyszerűen, most viccen kívül... Mondanám azt, hogy a Supermassive-nak a... win conditionje. A win conditionje most a Supermassive-nak az az, hogy farm egy kicsit farm, majd utána farm, és nulla halál, tehát nem halunk meg. Még három tornyot át lehet engedni, de a Nexus, vagy az a inhib védőket, azokat nem. Jó, csak hogy érnek célpontot, hát vagy serkent és baronna sort. Sehogy. Ki az, aki bemegy érte? Sehogy. Farm, és amikor majd így a 37. percben leszünk, akkor nyerni két csapatharcot, és visszajöttek a mérkőzésbe. Ez egy tök jó kezdeményezés lett volna, ha Stomage és nem vág be egy hordót, és nem buktatja le magát. Nem látta, hogy Wunder, hogy ott vannak, ketten is. Ez Stomage úgy meglepődött Vatidnak a visszakezdeményezésén az előző csapatharcban, hanem pislogott, mint hal a szatyorba, tehát így... és visszajött a rakán? Így van, visszajött, tehát hogy így... Ugye olyan volt, mintha menekült volna. Igen. És nem. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon nem. Harmadik torony. A Wunder büntetés. Esélytelen. Esélytelen. És még villannia se kellett. Nem. Az egy shuriken ugrás volt, amivel átlendült a falon. Csodálkozom, hogy nem ment vissza. Mondjuk a végső képességét elhasználta. Nem hát, tudnak. Wunder is. Okos srác, azért tudta azt, hogyha valami visszaugrik, vagy bármit csinál, akkor halál a fia. Hopp, nem talál az első harapós fagy. Ezt követően... Ó, megállította. Így van. Atya úristen. Ezért volt, atya. De, jó. Nem, a Supermassive-nak ezen a mérkőzésen nincs keresni valója. Pont. Ez innentől kezdve egyértelmű. Jövünk vissza a sorsolásra. Nem, tényleg nagyon egy oldalú dolog. Még ezt is, az hogy... a vicces, hogy 15 perc eltelt, és még nem... Ja nem, dehogy is nem, azért azt tényleg feladni nem szabad mérkőzni. Persze, stunol a kidobott shuriken, hogyha pont úgy találod el. És az viszont megakasztja, mert sebzés kapsz, az egy dolog. De ugye stun kell, vagy felütés a hírnöknek a megakadályozására. Jézusom, Wunder! Egyetlen egy torony esélyük lett volna a szupermassziósoknak, ha ott sikerül elengedni. Akkor talán tudtak volna tornyot hozni. Brutális. Nagyon szép játékok. Tegnap is láttunk egyébként kifejezetten ügyes és jó ugye C és D csoportban egyéni játékokat, ilyen villanásokat. Na ez is ilyesmi volt most Wundertől. Egy olyan villanás, hogy ő bemer menni négy ember közé, mert tudja, hogy valószínűleg ki fog tudni jönni. Egyrészt volt még villanása, másrészt ott volt a homály gömb is, és még a shuriken ugrás is, hogy te is kiemelted, és bizony, hát Proxnek az urgotját nem lehetett megállítani. Így alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ma Aatrox rettentően csúnyán leszerepelt a mai mérkőzések során. Holnapra ez a 67%-os vírét, ami eddig három mérkőzésbe jött össze, valószínűleg 50 alá fog csökkenni. Bőven. Ez olyan, mint az Aatrox Jungle. Amit oly sokszor láthatunk itt az EU Masters alatt. Nagyon és nem és működött. És oly feleslegesen. Igen. Wunder 1v1, Fabulous, ezt mintha már láttuk volna, csontpáncért sikerül Fabulousnak leütnie. Wundernek meg valószínűleg a fejét sikerül mindjárt leszednie. Érkezik Stomage, de Wunder már nincs ott! Wunder már nincs ott, ragadozóval megy Stomage utána. Robbanékony hordóval bedobják Wunder, de hát még mindig tart a homálygöm. És Wunder még mindig el tud menni. Stomage utána ugrik, gyönyörű szép villanásos kezdeményezés. És így le lehetett takarítani, de mi mennyi mindent adtak ezért a Wunder gyilkosságét. Hát tornyokat, az biztos. A kristály élvesző elszáll, mint Zeitnert utolsó reménye. Jó, hát azért ne temessük a Supermassive-ot, tovább jutottak a csoportból, tehát ez így a mérkőzés van. Már csak
azért zajlik, hogy az első vagy a második helyen... Hát csak azért megnézem az edzőfejét, mikor úgy kisorsolják, és az EDG ellen kell menniük, mert az első helyzet ugye másodikkal találkozhat, és nem kizárt, hogy őket kapják, mert miért ne kaphatnák őket. Talán itt lesz még egy torony, vagyis legalábbis egy torony, amit a Supermassive el tud hozni. Van Wundernek teleportja, úgyhogy kimehet oda, hogyha akar nagyon. Világi trollság lenne még egy sem, gondolni nekik. Jó, megvan az első torony a Supermassive-nek, illetve el tudták kapni Wundert, csak nem Wunderen volt a nagy, nem Wunderen van a nagy fejpénz. A nagy fejpénz Jankoson van, vagy éppenséggel Perks az, aki még ér valamicskét, és egyelőre megállt ilyen 7000 arany körül az arany különbség. Szerintem bárkinek örül a Supermassive ilyen pillanatban, nem válogat. Igen. És mivel van egyébként, most halálkomaj, az, hogy Vadid vehet egy sejelművet, az, hogy Hjár nem vehet egy sejelművet, ez azért van, és ez azért nem pénzkidobás, mert annyi arannyal vezetnek, hogy nem zavaró. Na itt van, na itt na, most lehet. Megyek a fejpénzért, megállíthatatlan Ragnarök és Berserker Olaf, hogy te mondanád. Stomage megjelent, dob egy kis bort oda, aztán mennek. Mint akik jól végezték dolgokat. Szerintem az egy titani koktél egyébként. Nézd, hogy megy Perks! Nézd, hogy megy Perks! Kap egy kristály nyilvesszőt! Perks benn van a buliban! Érkezik a Gallio végső képesség! Perks még mindig húzza a csofat kis lábait! Bizony, még tudnak segíteni! Bemegy Vadid! De későn, hogy segítsen társán! Fabulous próbálta őt is lekövetni, nem sikerül elkapni Vadid, kivillan! Vadid még benn van időt, húz jelen pillanatban Fabulous is kap egy gyilkosságot! Itt bizony a G2 most valamit nagyon elrontott. 6-3 jelen pillanatban, szép visszatérésnek mondható kezdeményezés, féleség Supermassive-tól. De nem, tehát hogy ha... Azért ilyeneket sűrűne. Jó, persze. Csak azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha Jankoszt meg tudják jelni, akkor oké, mert akkor hoznak egy baront, és akkor abból talán célpontokat is. Ez igazából semmi más nem volt, mint egy miszkommunikáció a G2-tól. Jön az igaz dicsőség, Storm, és tökéletesen jó helyen van. Kristennyilvesszővel meg lehet állítani Perks. Hjárnán nem harcol ebbe a csatába, GBM jó időben érkezik, ezt követően pedig, hát Vadid még szeretné menteni a csapatát, de ebben nem volt ott Wunder, ebben nem volt ott Hjárnán, és most hoppá, hoppá, ebből Jankosznak kell villania. Meg is tette Wunder, viszont bemegy, Perks itt van, most már azért van sedzés benne is. Három emberes felütés, GBM és Slomate széttöri a saját kis topperóláját, de itt meg kellene, hogy halljanak, meg is halnak Akali és Hjárnán is hozzilkasságot. Még mindig bírja ez a Perks a sebzés, négy felvonás. Ott van a sebzés, gyönyörű szép Vadidnak a felütése, Zaidnát is be fog szorulni, és ha Ash meghal, már pedig meghal Perks kezei által, akkor elmegy a világ is, még azért Hjárnán is gyilkol egyet, Fabulous él, és örüljön, hogy ő nem halt. Annyira szép volt Hjárnántól az, hogy kihasználta a villanást, utána megkapta a kis mozgási sebességet, és a következő lövéssel meg lehetett ölni még Snowflower-t. Ja, baronnasor. A Supermassive megint megpróbálta elkapni azt a Hjárnánt, akire már a foguk rettentően fáj. Vadid vörös erősítést hoz, miközben GBM azért megérkezett a baronnoson nagyon kevés életerőn. Megjött Vadid, szép a kivirágzás, így lehetett, még vissza is dobják szerencsére GBM-et. Igaz, hogy felült embereket, meg még próbáltat agresszívoskodni, de nem sikerült, ahogy Vadidnak sem sikerült elhozni a vörös szeder hátat egyébként. Ez a passzív agresszív volt most, amit a GBM csinált. Jankosz elvillant nagyon szépen, ott van ugyan a kábítás, de jóformán nem tudták kihasználni azt, hogy volt egy harapós vagy plusz egy kicsi a rakás. Kb. Ugyanabban az időben ment le. A három emberes felütés Vadidtól fordítja az egész csatát meg, illetve az, hogy kijön még az átoknyelő. Jankosztól így ő ugyan nem hal meg, Wunder is vissza tud vonulni, Perks pedig hát ezt követően pont visszajön még az igaz dicsősége, el is indulhat, megint csak Vadid kezdeménye szépet, beugrik, feldob, majd utána kiugrik, Zeltnát pedig hát véget ér, puff, ott egy kritikál, azt már tovább. Hát Vadid örülhet. Pedig az a robbanékony hordó nem volt rossz, csak nagyon kevés volt benne a sebzés, pedig a Jankoszt és Perks, vagyis a Wundert is eltakaríthatta volna egy képessége, Stomage. Hát nem így sikerült, viszont még egy sárkányt a kettő óceán mellé bezsebel a G2. A baronnosor erősítésükkel karöltve ez remekül fog működni a torony elhozatal érdekében. Hát Wunder... túl sok torony már nincs. Jézusom. Nem növeli az előnyét, de nem is veszik belőle. Nézzük már, hogy veri Rommá Wunder Fabulous-t? Igen. Fabulous-nek alig van életereje.
sokkal érdekesebb lett volna, sokkal érdekesebb lett volna, mint az, hogy Jankos el tudja hozni full egyedül zavarás nélkül a sárkányt. Még egy torony, így 4-2-re módosítja G2 a tornyok állását. Középső ösvényen sem sok minden tartja össze, 5-2. Hajjaj, hajjaj, dőlnek a tornyok. Wunder pedig táncol, gyönyörű szépen alkalmaz ezt a kalit. Tényleg elképesztően ügyes srác. MVP, felső ösvényes, azt szerintem elmondhatjuk így Európán belül, mert én nem látok a többi csapatot, legalábbis még a Fnaticet és a Vitality-t még játszani itt a világbajnokságon. De Wunderre nem lehet panasz a G2-nak ezt azért. Egyelőre nem, én is azt gondolom. És Wunder az a játékos, aki nagyon sokféle stílust képes játszani. Ő tudja hozni a tankokat, tudja hozni a sebző karaktereket. Egy ilyen assassinnal is nézve, hogy milyen jól eljátszogat. Nem tud kimenni fölfébről, ez az egy nyomorult ágyus miniont megölje. Nem mehet ki, viszont ez Wunder nagyon csúnyán meg fogja büntetni, inhibitort hoz, szét van esve az egész Supermassive Guard, a Snowflower pedig bement a bázisra, full életerőn, teljes nézd mannán. Nézd meg, nem tudom miért. Rommá verte fölfébről azt. Második inhibitor dönti jelen pillanatban G2, úgyhogy nincs ellenállása. Semmilyen nincs jelen pillanatban a Supermassive-nak, ők ezt már feladták lélekben. Négy felvonás érkezik. Zórázó négy felvonás. Igen. Második inhibitor. Wunder pedig hülyén röhögi magát valószínűleg az a zakalival. Kiugrik, átugrik a falon, és az utolsó inhibitor védő torony ostrom jelen pillanatban, hölgyeim és uraim. Két oldalról, sandwichbe, perkszel kalöltve. Ott vannak GBM-ék is, csak kóvályognak a saját bázisukon, mint hogy az ellenfelén lennének. Nem találják el őket, Fabulous meghúzta a rugót, de hát utolérni egy ilyen rugót, még ha nem is Taurenből van. Mindenesetre szép volt, úgy gondolom, a balonnos két a kihasználás. Így van, két szélső ösvényen nyitott a bázis, és egyszerűen nagyon nehéz lesz ezt kivédekezni. Nem is tudom, ha egy embert, vagy legjobb esetben, mert hogy ha egy embert elveszi a Supermassive, akkor még talán tud egy picit védekezni. Ha kettőt, akkor vége van a mérkőzésnek. És most menni fog előre. Wunder, igen, ennyire kreténbe kell tolni. Magi, négy jelzős. Mehet. Surélia ott van, Madidnál. Ez a person. Tehát így van egy randuim, egy vízköpő sziklavértje. AD tárgya kb. Nulla a fekete hasító bárdot leszámítva, de minden de van nála. Ami... tök normális építkezés, ami picit sajnálok, vagy hiányolok. Bár mondjuk a vízköpőben van elég... tehát úgy nem kell neki most az adaptív sisak. Uh-huh. Stomage-re meg GBM-re nem feltétlen annyira fontos. Főleg úgy, hogy Stomage azért tankos Gragaszt épít. Így igazából GBM-ben van egyedül. Normális varázssebzés. Hát, az a lovagi esküvel sok minden az, nem, de nem tankos. Szavaz. Igen. És ahogy GBM sem a tankosságra híres. Utolsó inhibitort szeretné ledönteni a G2. Jön a négy felvonás, Snowflower nem tudja felfogni a negyediket éppen sikerült. Ja, nézd meg, honnan jön Wunder. Igen, oldalról. Oh, Wunder be lehetett dobni, jön! A Galio végső képesség, Wunder viszont széttört az órácskáját, és kiugrik, nézd meg! Gyilkol időközben járnán, és megy előre Wunder, Zeidnát a célpont, még rám egy Zeidnát, letörli a világ szinteréről. Fabulous is meghalt, és ász a G2-nak az eredménye, az, hogy 16-3-ra szétszedi a Supermassive-ot, és úgy fejezik be a mérkőzés, hogy leászolnak. Le a kalappal a G2 előtt. Még az a kristály tiszta ász. És nézd meg, Perks és Wunder. Az a két játékos, akik a pikbamba azt mondták, hogy jó van. Megpróbálta a Supermassive az ellenválasztásokat kihozni. Akkor tudod mit? Wunder hozd el azt az akarit, és utána mehet a buli. Agészfogás természetesen jár. Összesítésben a G2 nyert 2-1-re a kettőjük összecsapásából. Jóformán egy BO3-as szériát játszottak le itt két nap alatt. És az első helyről futhat neki a hétvégének a G2, a Cloud9, az EDG és a G-Rex mellett. Így van. Csak megjegyzem azt a négy csapatot, az első. Figyelj, én azt gondolom, hogy a nagy régiók jutottak úgy az első helyen tovább
a play-inbe, akiknek úgymond kötelező volt. Itt az EU LCS-re gondolok, az NA LCS-re gondolok, az LPR-re gondolok, illetve az LMS-re. Azért ez négy olyan fontos és erős régió, akinek illik első helyen tovább jutni. És ez meg is történt, közben megfordítottam az évet. Na, engedd, de én is mindig fordítva tartom. Lényeg, szóval... Igen, papírforma ez egyelőre, legalábbis ami a nagy csapatok továbbjutását illeti. Azért még a második helyen továbbjutó csapatokat sem írnám le. Nem. Itt még bármi megtörténhet a hétvégén. És nem láttuk még egyik csapatot sem egymás ellen BO5-ösben, még BO3-asban sem. Így van. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy azért ez teljesen más játék stratégiát kell, hogy jelentsen egy-egy csapatnak, hogy 5 mérkőzés alatt esetlegesen, ugye 3-at kell majd megnyerniük, hogyan tudnak szerepelni. Mindegyik csapatnak hatalmas tapasztalata van ezen szériákon belül, tehát nem olyan, hogy is én most kerültem ide bele, és még sosem játszottam BO5-öt, mert ilyenekkel már volt dolguk. Ugye például itt a Sárkénál annó még az európai LCS-nél mondtam, hogy ők együtt még nem játszottak BO5-ös szériát, valószínűleg scrim meccseken igen, de egyébként meg nem volt ilyenre lehetőségük. Tehát ők újnak számítottak volna ilyen helyzetben. Izgalmas lesz a hétvége. Menjünk el egy gyors szünetre, egy 3-4 perces szünetre, és jövünk vissza még majd, hogy akkor hogy sorsolják ki őket. Első, második, a második, első, második, első, második, első, második.